Bács-Kiskun megyében vagyunk, Huszót településen, Holló Mátyás ültenyésztő gazdaságában. Ültenyésztéssel a családom 1986 óta foglalkozik, szüleim kezdték ezen szép hivatást. Én, ahogy belenőttem, belekapcsolódtam az itt folyó munkálatokba, és folyamatosan próbáltam fejleszteni az ő általuk megalapozott gazdaságot. Jelen pillanatban 1237 darab állattal rendelkezik a gazdaság, ezek vegyes korcsoportúak, ebbe beletartoznak a tenyészkosok, növendékkosok, anyák, gyerkék, illetve a bárányok. Szántóterülettel rendelkezik a gazdaság, a juhtenyésztet számára szükséges abraktakarmányokat, illetve lucernaszénát meg tudjuk termelni a szántóterületeinken. A juhtenyésztés fő kitűzése, tenyészállat előállítása hazai és külföldi juhtenyésztő emberek számára. Tenyészetemben három fajta tenyésztése történik, a magyar merino, a berrichon duchère és az Île-de-France. Ugye a magyar merino az magyar fajta, jelen pillanatban veszélyeztetett fajtának van nyilvánítva. A tenyésztését nagyon fontosnak gondolom. Azt szoktam mondani, hogy a munkám a hobbim. A hobbimból el tudom tartani a családomat, és tudjuk a gyermekeinket nevelni. Amellett, hogy igyekszem saját gazdaságomat megfelelően fejleszteni, illetve tenyésztési színvonalat minél magasabb szintre tenni, megpróbálom tenyésztőtársaimat, jó tartó kollégáimat megfelelően képviselni.